estét kívánok az Itthon című kulturális magazin nézőinek. Élőadásunk telefonszáma 210-533. Emlékeznek még arra a papírvonatra, amelyet annak idején csak fekete-fehérben lehet látni a televízióban, és ott egymás mögött ült a kígyóbűvölő és a táncdal énekes. Hát bizony, ez volt a Ki mit tud, és lesz idén is, hiszen 10. alkalommal rendezik meg ezt a seregszemlét. Komlón és Pécset tartották a megyei selejtezőket, a baranyai résztvevőket, 19 résztvevőt pedig a területi döntőn láthatják majd viszont. Megyei döntött három területi válogató előzte meg. Mohácson, Komlón és itt Pécsen az ifjúsági házban volt ez a három területi döntő január hónapban és február legelején. Mennyire közelítik meg, vagy mennyire hasonlítanak ezek a mai Ki mit tudok azokra a régiekre? Kell-e, hogy egyáltalán hasonlítsanak? Hát azt hiszem, hogy a kor is megváltozott, eltelt vagy 30 év, azért változtak a Ki mit tudok is alaposan. Hát egy teljesen új generáció, ez már azt hiszem a harmadik generáció, akik újból bekapcsolódtak ebbe a vetélkedő sorozatban. Mégis nagyon sokan jelentkeztek ismét csak erre a jubileumi vetélkedő sorozatra, de természetesen hát azóta rengeteg új zenei stílus fejlődött ki. Kell hozzá, és nálunk az szerintem különösen szerencsés dolog, hogy a billentyű sráccal, akivel ketten csináljuk a javarészt a zenét, elég jól megtaláltuk az azonos hangnemet, és úgy érezzük egymást is, meg ezt szeretjük csinálni, ez jön belőle. Kell olyasmi, hogy minden szívből jöjjön bentről, szóval hogyha nem olyan dal van, amit nem szövegileg vagy zeneileg nem tudok elénekelni, mert nem áll hozzám közel, az nem megy. Hát ez az ország az mindig bővelkedett a tehetségekben, azt hiszem, csak egy ilyen kis zárt ország nehezen tudott eltartani, és tud eltartani ennyi tehetséget, nem véletlenül, hogy sorra mentek ki külföldre a tehetségeink, és ez tényleg szívderítő, hogy rengeteg fiatalt láttam, akik még ha a produkciójuk nem is üti meg azt a színvonalat, hogy a legjobbak közé bekerülnek, de nagyon jó, hogy ilyennel foglalkoznak, a szabadidejüket ezzel töltik el, verseket mondanak, zenélnek, táncolnak, és közülük azért a legjobbak tovább kerülnek egy olyan fórum elé, ahol tovább bizonyíthatják a tudásukat. Száj lelkem, ó száj az égi testek között, és pillancs keresztül rejtelnek fátyolán, melyet az Istenség titkos újja szövött. A szívom fájabb vissza vagy, és újja helye, újja vagy. Ez az életem, ezt szeretném csinálni. Erre tettem fel most, hogy a többek között a rajz is, és most ezt akarom, ami adottság, azt ki kell használni az adottságokat. Meg kell próbálni vele, hogy érvényesüljön az ember. Ha már van megadatott, mit várok ettől? Hát, hogy bejussak a Ki mit tudra tévéhez. Tévében láttam régebbi, tehát több évvel ezelőtti Ki mit tudokat, nekem nagyon tetszettek, és talán megvan itt is ez a hangulat. Ha nem is teljesen, de gondolom próbálják azért előteremteni ezt.
Mennyire inspiráló egy ilyen betélkedő? Hát, ha az emberben megvan a versenykedv, akkor elég inspiráló, és jó, hogy van ilyen. A fiatalok körében is ez igencsak népszerű, mert igen sok fiatalt találtam itt magam mellett. És a régi Kimit tudok, biztos, hogy ebben közre játszottak, hogy ilyen nagy érdeklődés van. Milyen a verseny? Erős mezőny van, az az érzésem. És jó kis versenynek nézünk elébe, az biztos. Felfedeztünk már most a városi, illetve területi előselejtezőként nagyon-nagyon tehetséges előadókat, énekeseket, zenekarokat, akiknek van esélyük, azt hiszem, egészen eljutni a végkifejletig a tévé elé. A kétfordulós Baranya megyei döntőből hangszeres és vokális könnyűzene kategóriában induló 15 előadóból Gregorovics Tamás, Majoros Dóra, Stumpf Árpád, valamint a Lynx és a Blabla együttes jutott tovább. Hangszeres komoly zene kategóriában Mánfai Petra, néptánc kategóriában Molnár Péter, a Mecsek Tánc Együttes 5 tagú csoportja és a Tanac Tánc Együttes, a névdalosok közül Szerefi Ilona, Bokodi Boglárka és Akateller Péter, vers és próza kategóriában Földi Eszter Melinda, Wagner Anita, Kutas László Krisztián, Arató Réka, Balogh Zsuzsanna, Üvegyes Andrea, színpadi tánc kategóriában pedig a Fordán Dozsó Rock'n'Roll Club képviseli majd megyénket a területi döntőt. A 70-es évek elektronikus jazz hangzásának világhódítása után ismét az akusztikus hangszerek felé fordul a zenészek és a hallgatóság figyelme. Hagyományteremtő szándékkal nemrégiben Szexárdon jazz találkozót rendeztek, így teljesülhetett a helyi művészetek háza igazgatójának régi vágya. Szándékai szerint a későbbiekben lemezfelvételeket is készítenek. Én úgy érzem, hogy az akusztikus jazznek jelen pillanatban van egy olyan reneszánsznak mondható felfutó ága, kint Nyugat-Európában viszonylag gyakran találkozik vele az ember, Magyarországon is azért jelentős, Szegeden, Budapesten jelentős jazzklubok működnek, és elég gyakran hallgatnak akusztikus jazzt. Én szeretem egyrészt az akusztikus jazz, másrészt más a hangzása, mint az elektromos jazznek, illetve az erősítéssel elhangzó jazz zenének. Remélem, hogy sikerül meghonosítani, kedveli a zenészek, kedveli a közönség, remélhetően talán sikerül ezt így összehozni. Ebből kéne egyet több, hogy olyan embereknek is alkalma legyen játszani, akiket például nem ismernek. És Magyarországon nagyon sok tehetséges ember van, fiatalok között is, és nincs alkalmuk, hogy megmutassák, hogy tudnak játszani. Nem jobb zenészt kíván, mást. Ez egy másfajta érzéssel kell játszani ahhoz, hogy egy szintetizátoron, vagy ilyen elektronikus zenébe. Tehát többnyire ez a régi zenén alapul, a 60-as évek, 50-es évek végé és 60-as évek elején kezdték ezt, amit igazán úgy hívnak, hogy akusztikus jazz. A legtökéletesebb muzsikálás, amikor semmiféle erősítés nincs. Abszolút arra is gondolok, hogy én ma a szóló zongorát, tehát szóló koncertet adok, tehát zongorán játszom, és nincs mellettem más hangszer. Ez egy nagyon hálás szituáció. De vannak olyan helyzetek, amikor a hangszerek adottságaiból következtetve egészen más arányok vannak. Nagyon kevés jó hangszer van. Egy akusztikus zenéléshez elengedhetetlen egy jó hangszer. Ha rossz hangszer van a kezemben, akkor inkább legyen erősítve, mert talán kompenzálja azt, hogy nem szóljon. Példát kell mutatni. Nagyon kevés példát kapnak manapság a gyerekek. Tehát nem tud, az orientációs készségükkel probléma van, hiszen ide csapódnak, oda csapódnak, nincs egyfajta értékrend, amihez igazodhatnának. Úgyhogy én igyekszem képviselni az értékrendet, és igyekszem terelgetni őket.
nagyon távol eső, földrajzilag távol eső kultúrák találkozási pontja ez a zene. Tehát ha a hangszereket megnézzük, akkor Közép-Kelet-Európa, de ezen terül, főleg Balkán, mi hangszerek dominálnak, tehát a gadulka, ami bolgár hegedű, a kaval, ami bolgár, török, de macedon, görög, ezen területen használatos, úgynevezett harántfúvola. A gitár az végülis egy európai hangszer, de az őse valószínű az arab lánc volt, illetve nem valószínű, ezt kimutatták. Tehát mindenképpen a Közép-Kelet, Balkán, ez a centrum a zenének, ez bekapcsolódik a tabla is számtalan, ami ugye Indiát hozza be, számtalan távoli ázsiai szigetvilágról származó hangszer is bejön a programba, az indonéz szigetvilágról származó anklung, és aztán megemlíteném az afrikai hangszereket, ami igen jelentős mennyiségben szerepel a hangszerparkunkban. És hát tulajdonképpen tényleg földrajzilag távol eső, de úgy érzem, hogy ezt egy fonalra föl lehet fűzni ezt a zenét. Végülis szerintem a jazz alapvetően a tradicionális jazz mindig is akusztikus volt, teljesen mindegy, hogy milyen hangszerek szerepelnek benne. Szerintem annak az érzésnek alapvetően a jazz rock mondjuk egy eltérítő vonala, de fontos vonala, de a jazznek azért a tradíciója inkább az akusztikus hangszerekhez kapcsolódik, és hát újabban nagyon népszerű az úgynevezett világzenei típusú etnos befolyású zene, ami a jazz fesztiválokon ugyanúgy megjelenik. Minden jazz találkozott, akár akusztikus, akár nem. Nagyon fontosnak tartunk, mert egyre kevesebb van ilyesmi az országban, és örülünk, hogy ezt megrendezték, ezt a jazz, mini jazz hétvégét, mert legalább valami történik. A kultúra fogalmán nem csak a művészeti területeket kell érteni, ide tartozik például a turisztikai és környezeti kultúra is. A következő helyszínünk Villány, a hegység legkeletibb része a Szársomjó. 1948 óta védett az itteni növény és állatvilág, 1991-től pedig fokozott védettséget élvez a terület. A helyzet azonban mégsem idillikus. A hegy a bányászok számára is igen fontos, hiszen hatalmas mennyiségű és kiváló minőségű értékes mészkövet lehet itt termelni. A bányászok már 90 évvel ezelőtt megkezdték a munkát. Vajon hogyan egyeztethető a gazdasági érdek és a környezetvédelem? Erre kerestük a választ. Szársamjó Magyarország legdélibb hegye. Látszatra vulkánikus eredetű, ám mégis a Jura és a Kréta időszakból származó Misszőhegységről van szó, amelynek éghajlata az országban egyedül szubmediterrán. A déli és északi oldal között gyakori a 10-20 Celsius fokos hőmérséklet különbség, emiatt sok olyan növény telepedett itt meg, amely az országban máshol nem fordul elő. Itt egyébként a magasabb rendű vadon élő növényeknek mindegy kétharmada előfordul, gyakorlatilag génrezervátumként is számba jöhet ez a terület. Zoológiai értékeit figyelembe véve pedig az eddigi felkutatott fajok száma meghaladja a 406 fajt. Előfordul Magyarországon más olyan terület, ahol ennyi faj egyszerre megjelenik? Hát tudomásom szerint nem, ez annyira unikális ez a terület. Ha egy kis sziget a nagyságrendjét is figyelembe véve, hogy egy ekkora terület egységen ennyi faj, ilyen bőfaj száma, nem tudomásom, hogy még előfordul az országba. A magyar kikerics, amely miatt is fokozottan védett lett ez a terület, hiszen a Magyarország egyetlen egy élőhelye, amely itt már decemberben kivirágzik, és sokszor már januárban el is nyílik. Hatalmas populáció száma van itt jelen. A Dalmácia, ahonnan ez a növény származik, úgy tudom, hogy az itteni populáció szám meghaladja az ottani őshazájában előforduló egyedsűrűséget. A fokozottan védett fajok közül talán kiemelném a kígyászövet, amely itt az északi oldalban, az erdőben érzi jól magát, és talán az országban máshol nem is található meg, valamint a haragos sikló, az a faj, ami még hasonló módon csak itt a területen fordul elő,
ugyan kis egyetszámban, de ez miatt ezek fokozottan védettek. És még a gyúlgyalagmadár az, amely itt a állatfajok közül fokozott védelmet kapott. A megindult mészkőbányászat hosszú évei során 10-15 cseppkőbarlang is előkerült. Ezek a barlangok nem képviseltek akkora természeti értéket, hogy meg kellett volna menteni őket, így minisztériumi határozatok alapján leművelésre kerültek. Ám 1994-ben a bányászok egy olyan barlangrendszerre bukkantak, amelyet már mindenképp fel kell tárni a közönség előtt. Bejelentés után a helyszínelések alapján megállapítást nyert, hogy rendkívül nagy jelentőségű, úgy méreteiben, mint természeti értékeiben rendkívül gazdag barlangrendszer került elő, amely miniszteri határozat alapján, környezetvédelmi és területfejlesztési minisztérium utasítása alapján ez a barlang megóvásra kerül, tehát a bányászati tevékenységet úgy kell folytatni, a barlang fennmaradása biztosítva legyen. Ön több mint 30 éve van itt a bánya élén. Előfordult-e már ez az idő alatt, hogy a természetvédelmi igazgatóság szerette volna bezáratni ezt a bányát? Igen, ez több esetben előfordult. Konkrétan tudok két esetet. Hát az egyik a 80-as évek közepén, amikor a zöld mozgalmak megerősödtek, és azt hiszem, hogy most is közel állunk ahhoz, hogy nagyon szívesen bezáratnák a bányát. Közben találtunk egy barlangot, és hát ekkor láttuk azt, hogy a természetvédelmi hatóság álláspontja ahhoz közeledik, hogy legjobb lenne a bányát bezárni, hisz lehetetlen állapotot teremt azzal, hogy hát most már idestova több mint két éve nincs döntés a barlang ügyében. Egyébként a tulajdonos mennyi ideig szándékozik még itt bányászni? Hát a tulajdonos a Beremendi cementgyár. Hát a cementgyár, egy cementgyár körülbelül 35-50 évig minimum kell, hogy üzemeljen. Tehát ennek a gyárnak az életét kell, hogy kiszolgálja a Nagyharsányi bánya és a Beremendi cementgyár meglévő mészkőbányája. Két év óta, amióta felfedezték a barlangot, volt-e afférjuk a bányászokkal? Hát én nyugodtan elmondhatom, hogy nem volt afférunk. Olyan értelemben nem volt afférunk, hogy természetesen a BCMRT a saját érdekeit képviselte és képviseli is. Mi a Természetvédelmi Igazgatósága mi érdekeinket képviseljük, de az előbb említett 10 év tapasztalata azt mutatta, hogy ha egymással nem állunk szóba, ha egymás mellett elmegyünk, az mind a két fél részére csak negatív lesz. Tehát mindenféleképpen meg kell próbálni egymással tárgyalni, és meg kell a problémát oldani. A bánya korábban az állami volt, a privatizálás során a Beremendi cementművek részeként külföldi tőkés vásárolta meg. Így nem csoda, ha a tulajdonos ragaszkodik ahhoz a kitermelt mészkő mennyiséghez, amennyire a vásárláskor szerződést kötött. Ám a természetvédők szerint nem csak a barlang, de a többi érték is veszélyben van, amíg a bányászat tart. Ez pedig az igazgató szerint még 30-35 év is lehet. A bányászat mennyire befolyásolja az állat- és növényvilágot itt? Igen, valamikor régen még csak a hegy keleti oldalán folyt bányászat, 1944 óta pedig a nyugati oldalon is megnyitották a bányatövetet. A itteni zaj, tehát a robbantások, valamint a por szennyeződés miatt veszélyezteti a még meglévő növény- és állatfajoknak a további fennmaradását és hasonló egyetszámokból előfordulását. Talán az államnak kellett volna egykor eldönteni, melyik a fontosabb, a népgazdaság számára a bányászat, vagy a természeti kincsek megóvása. Akkor most senki sem érezhetné kellemetlenül magát, amikor saját értékeit próbálja menteni. Megmaradás vagy pusztító erózió. A kis települések továbbélése csak akkor képzelhető el, ha megmarad a helyi iskola, vélekednek sokan, harcolva a gazdasági kényszer miatt erőltetett körzetesítések ellen. Legutóbb a Tolna megyei kisiskolák igazgatói tiltakoztak a társulások ellen. Veszélyben az Izményi iskola is, nincs pénz a működtetésre. Ők szívesen társulnának. A szomszédos Györe néhány éve viszont megszabadult az összevonástól, saját iskolája van. A két intézményben a közös, mindketten jól szeretnének működni. Thank you.
a falu lakossága egyetért abban, hogy, az iskolának meg kell maradnia, hiszen a lakosság megtartó ereje van, és hogyha ez az egyedüli kulturális létesítmény, ez az egyedüli élet, ami életet biztosít a faluban, és hogyha ez is elmegy innen, vagy elköltözik innen, akkor, meghal szinte ez a, az 500-580 fős kis falu üzmény. Ekkor vetődött fel tavaly már annak a gondolata, hogy a szomszédközségekkel kellene valamilyen társulást létrehoznunk, amelynek az a lényege, hogy, a gyerek maradjon helyben, a szülő is nyugodtabb, hogyha a gyerek ugyanabban az iskolában tanul. Tehát ne mozgassuk a gyereket, ne utaztassuk, hanem ehelyett inkább a pedagógusok legyenek azok, akik egyik faluból a másikba járva oktatják a gyerekeket. Értelmiség amúgy is kevés van ezen a településen, és ha már az iskola is megszűnik, mert ez végképp oda vezet, mivel olyan pénzügyi nehézségekkel küzd ez a kis település, hogy nem tudja fenntartani az iskolát, hogy egyszerűen teljesen előregszik a település és elhal. A minisztérium nem foglal egyértelműen állást, tehát sőt azt hangoztatja, hogy iskolákat megszüntetni, összevonni ő nem akar. De olyan lehetetlen anyagi helyzetet biztosít az önkormányzatok és ezen belül az iskolák számára, hogy egyszerűen önmagában az iskola nem tud megélni. Tehát szüksége van egy társulásra. Csak az a nagy baj, hogy ezt most itt egyszerre és most rögtön akarják megcsinálni, erőszakos úton módon, ahelyett, hogy adtak volna erre még, vagy adnának erre még egy kis időt, néhány évet, és akkor ezek a társulások maguktól találkoznának, tehát minden iskola megtalálná a maga módját, mert ez most nagyon erőszakosnak tűnik. Egy ilyen iskola kihasználatlanul itt áll, de hát ez megint a kormánynak a hibája, mert annak idején ugye körzetesített iskolaként működött ez, és megengedte azt, hogy újból széllyel váljon, és a kis települések mindenki hazavigye az iskoláját. Holott ezt 2-3 év múlva újból vissza akarja csinálni. Hát én nem értem ezt az egész kormánypolitikát. Itt küszködik a település 2-3 millió miatt, hogy 2-3 millió nehézségekkel, míg a pénzügyminiszternek 2-3 millió végkielégítést akarnak adni, hát én nem tudom, hol van itt az igazság. Györely Tolna megyei kisközség, mindössze 785 lakója van, és 80 általános iskoláskorú gyereke. A falu elvárásai az iskolával szemben először azon kívül, hogy az általános iskoláskorú gyerekeket neveljük, és van óvodánk, és van könyvtárunk, ezen kívül az is, hogy a közművelődést mi szervezzük. A mai oktatáspolitika irányvonala az a kisiskolák elsorvasztása. Én azt hiszem, hogy túltenge a gazdasági szempont. Az, hogy honnan, hová lehet eljutni egy kisiskolába, az ma nem számít. Csak az számít, hogy X forintba kerül-e, vagy Y forintba, de hogy ezért az Y forintért cserébe mit adhat egy ilyen közösség, az ma nem számít. Mert egyértelmű, ugye nem mondják ki ma azt, hogy körzetesíteni kell. Nem, sőt hangsúlyozzák, hogy a minisztérium senkit nem körzetesítésre bújtít, de kell nagyobb kényszer, mint a gazdasági kényszer? Hát körzeti iskolába járó gyerek után a fejkvóta az 8500 forinttal magasabb, mint ha kisiskolába jár. Mi felháborítónak tartjuk azt, szülők is, én is, hogy a minisztérium dönt helyettünk abban, hogy a gyerekeink hova járjanak iskolába. Mi egy kis falu vagyunk, mi egy kis közösség vagyunk, mi itt szeretnénk, hogy a gyerekeink ide járjanak iskolába. Egy falusi gyereknek egész más az életvitele, mint egy városi gyereknek. Ők sokkal összeszokottabbak, ők közösségi emberek, őket pátyolgatni kell, ők a megszokott kis életüket élik velünk, a családdal, az iskolába, az óvodától kezdve együtt. Egészen más egy kisebb településen, kisebb közösségben dolgozni. Tulajdonképpen a pedagógus itt mindenes. Tehát nem csak a tanítással, az órák leadásával kell foglalkozni, hanem részt kell venni a falunak az életében. Ez az szerintem, amit a minisztériumnál nem érzékelnek. Ha nincs pedagógus a faluba, akkor végül is nem csak a kulturális élet, hanem azt hiszem, hogy az egész közösségi élet az mondjam úgy padlóra kerül. Most jön az, hogy mi lenne, ha
mert talán elbocsátásokra kerülne sor. Hát én személy szerint úgy vagyok vele, hogy váltani kellene. És régóta mondogatom már, hogy be kéne vezetni tulajdonképpen a pedagógusok között is a vállalkozói módszert. És azt hiszem, hogy ezzel még a kis településeknek a szakos ellátottságát is lehetne javítani. Kiváltom a vállalkozói engedélyt. Egyre több a külföldi érdeklődő, mindenki vidám és boldog. Március 20-a volt a Frankofónia világnapja. Pécset egész hétté bővült a rendezvény, melynek egyik fő attrakciója az immár 5. francia nyelvű színházi diákfesztivál. A szervezők a Pécsi Francia Intézet, a Lővei Klára Gimnázium és a János Pannonius Tudományegyetem francia tanszéke. Ezen falak között született meg a frankofon hét gondolata 1991-ben. Az, hogyha az azonos nyelvet beszélők értik egymást, ez megér egy ünnepet. A művészet és a másság elfogadásának ünnepe ez, bárhol is élünk a világban. Azt hiszem, hogy ennek a frankofon hétnek nem csak úgy van sikere, hogy egyre több itteni ember érdeklődik, hanem egyre több külföldi jön ide ahhoz, hogy részt vehessen ezen a héten. Az első napon svájciak voltak, itt ez egy svájci fotókiállítást, amit látunk. Tegnap zairi íróval találkoztunk, belga íróval találkoztunk, most éppen egy tunéziai folklor csoportot tudtuk nézni, és ez az érzésem, hogy mindenki vidám, mindenki boldog, hogy itt lehet, és nagyon változatosak a programok. A főszereplők persze most is a színjátszók, ők a kezdet és a jövő. A fiatalok fesztiválja ez, akik elhiszik, hogy a részvétel nem a győzelem a fontos, mert ez előbbi már elismerés. 8 országból érkeztek, hogy megmérettessenek és elmondják, mi történt tavaly óta. És megtanulják, hogy a művészet egy olyan kapocs, mely segít játszva érteni a világot, és ezáltal mindazt, ami más és látszólag érthetetlen. Hogy Afrika egyik legnevesebb irodalmárának mi a véleménye erről? Hogy határok nélkül is lehet élni. Pius Ngandun Kashama Zairéből jött el Pécsre a frankofónia jegyében. Afrika és Magyarország nincs is olyan messze egymástól. Ezt azóta érzem, amióta itt vagyok Pécsett. Azt hiszem, hogy a magyar emberek is fontosnak érzik a szimbólumok szerepét, eljátszanak a mitológiával és őrzik a múlt örökségét. Afrikában is lényeges a hagyományok tisztelete, gyökereink kutatása. De nem csak kulturális, történelmi párhuzamok is vannak, hiszen mind a két nép leigázott volt egy időben. Olyan emberekkel találkoztam itt, akik fel akarnak építeni valamit. Egy új társadalomért harcolnak, melyben az álmok szerepét a valóság váltja fel. De aztán azt a félelmet is átéltem, amit otthon, hiszen háborús környezetben kell újjáalkotni valamit. Álmok és utópiák nélkül nem létezhetünk, hiszen csak ezekből lehet egyszer valóság, hangsúlyozta Patrick Collé rendező színész is, aki 20 évvel ezelőtt éppen Utópia néven alapította meg színházát az Atlanti-óceán melletti La Rochelle-ben. Társulatával a Pécsi Nemzeti Színházban léptek fel, hogy Kismunka öreg bohócoknak című darabjukkal bemutassák, miként is élünk ma, cívódások és szenvedélyek keletcéjében. Nem a világ színpadán élünk, hanem hétköznapjaink kapcsolatokból szövődő színpadán. Ez a darab az emberi természetet mutatja be, mely ugyanolyan gonosz és ugyanolyan kedves tud lenni, szülessen valaki magyarnak vagy franciának. Minden nap tükörbe kellene néznünk, hogy tudjuk, kik is vagyunk valójában. Nagyon szeretem ezeket a bohócokat, mert megtanítanak szembenézni önmagammal. A mű szerzője, az önök szomszédja, egy román író, aki jelenleg Franciaországban él. Annál is inkább közel áll hozzám ez a darab, mert rólunk szól,
mindannyiunkról. Bonsi! Bonsi! C'est pas vrai, je perds la boule. Pépino, toi ici. Oui. Oui, mes enfants, oui, mes chéris. C'est un miracle. C'est un vrai miracle. A Színházi Világnap előtti estén a Pécsi Nemzeti Színházban nagy sikerrel játszott darab részleteit elevenítjük fel. Ez Móri Zsigmond Rokonok című előadása. A különös fanyarságot nem csak az adja, hogy a darab mondani valója ma is éppen olyan aktuális, mint annak idején, hanem az is, hogy az előadás szereplői közül sokan éppen nemrégiben kapták meg a kényszernyugdíjazásukról szóló értesítést. Az indok itt is gazdasági kényszer, ám az ígéretek szerint munkájukra a későbbiekben is számít a színház vezetése. Rinám, aranyom, egy gyerek! Tisztelt vágyat, dolgozom! De mennyire jöhet, Tati, hagyd ne jönne, te vigyázzatok vele, mindenütt ott akar lenni, ahol valami családi esemény hivatott. Hát ezt is megtudta a kinevezésedet. Most aztán jön, mint cukorral, így jönnek ám a rokonok, de csak óvatosan, beli, óvatosan. Már Lajos bácsi is jelentkezett. Itt volt. Csak egy ember itt vizet, hogy Pista adjon neki egy öltözet ruhát. Az az ember. Egy régi kobot öltözet adta oda neki. Hát tőlem is mindig kérdezik, de meg sem hallom. Ez a harmadik színház évad. A stepesti színészet. Te a második szerepedet játszott Pécset. Azért egy kicsit visszahúz a szív. Hát nem kicsit, hanem nagyon. Én mindig pécsi maradok. Pécsi voltam, szívben, lélekben. És amikor hívom, akkor jövök. Nem csak évközben, hanem nyáron is. Hát. Nyáron is dolgoztam, úgyhogy amikor hívnak jönnek. Ez az első eset talán, hogy a jogi tanulmányaid valami segítséget nyújtanak a színészi mesterséghez? Nagyon örültem, mikor ezt én megtudtam, hogy én fogom csinálni. Nem csak azért, mert ugye szakmabeli a kollega, hanem mert tényleg egy kiközöttünk járó ember, olyan, mint én vagy te, bármelyikünk. Ez bárki lehet a mai világon, aki főügyész, aki funkciót vállal. Aki akár hivatalban dolgozik, vagy akár hol dolgozik, egy ambíciózus fiatal ember. Olyan, mint a szemünk él. Van egy kukis a szállítása? Ne sokat idézünk is. Jó. Azt mondjuk, Károly. Na, van szállítása? Van. Kisüsti az apósomtól. Attól az éhenkórás szentállaitól, nem. Nem bánom, ha jó a szállítája, hadd kérjen meg az Isten. Vannak tényleg ilyen nyílt tekintetű, becsületes emberek, akik komolyan veszik azt, amit csinálnak. És annyira komolyan akarják venni, és annyira komolyan veszik, hogy ebben bizony el is lehet halni, el is lehet dögleni, ha csúnya szót akarok használni. A darabban mindenkinek igaza van. És általában az életben is ugye mindenkinek igaza van. Mindenki próbálja bebizonyítani az igazát. Kinek hogy sikerül, kinek sikerül jobban, kinek sikerül kevésbé. Erősebb kutya, hát ezt is. A szólásmondást. De azért érzem közelállónak magamhoz a figurát, meg azért nagyon jó szerep, mert nagyon életszomú. És ez megesett velem is, bárkivel. Hogy olyan érzelmi krízisbe, helyzetbe kerülünk, hogy nem tudsz jól dönteni. Dehogy vagytok ott elrég a dél előtt is szalutazunk. Hirtelen tartottanokat, mert ez a feste ugye. De inkább mutasd meg Pistának azért, mutasd meg neki. Megverte. Puszti? Az. Már megint. Én hallok. Az én megmondok, hogy drága nővéremnek a gyerekei. Adélka! Ne nyújt! Olyan régen látok, hadd nézzelek, mert felém sem néztek. Rá sem néztek, Kati, jó öre Kati nénitekre. Én nem mehetek el hozzátok, nekem rosszak a lábaim, de azért ide eljöttem. Na most mit szóltak? Nagy ember lett a Pistából. Főügyész, a család büszkesége. Megsepített a jóisten Pistán. Istenem, hogy én mennyit imádkoztam, érted, drága testvérem, de mennyit? Köszönöm.
Az egyik legnagyobb nehézség ennek a darabnak az, hogy, hogy a helyszínek konzekvencia nélkül követik, szenikai konzekvencia nélkül követik egymást. Borzasztó nehéz színpadra tenni, és én láttam néhány előadását ennek, mindig az volt a baj, hogy lehetetlen átpakolni egy irodát egy szabad térré, egy báltermet egy másik irodává, akkor egy nappalit, egy ebédlővé átalakítani. Idő, munkaigényes megállítja a történet menetét, mert itt a történet a fontos, ez egy példázat, menni kell a történettel tovább, hogyha egy időtartamon túl megbicsaklik, akkor az mindig csorbul. Egy nagyon jó díszletben sikerült ezt most bepróbálni és előadni, és ezért nagyon hálás vagyok a díszlettervezőnek, Ferenczi Kovács Attilának, mert ezt a nehézséget oldotta meg. A másik, hogy miért érdekes ez, és miért izgalmas, hogy miért tehet ez vonzó, azért, mert példázat. Azért, mert 1930-ban az akkori önkormányzata, mert a szociális munkatársa Móricz Zsigmond, aki körbejárta az országot, a vidéket, megnézte, hogy élnek az emberek, és mik az szociális problémája, és hihetetlen élmény anyagot gyűjtött, és leírta ezt a példázatot, ezt a moralitás játékot. Ami érvényes, mint minden példázat. Ez volt a másik nehézségünk, hogy ne legyen banális, ne legyen közhelyszerű. Éppen azért, mert példázat, ezért nagyon el kellett találni a szereposztást, ami szerintem sikerült. A másik pedig a színészek részéről valami hihetetlen, szinte öngyötrő, aprólékos, nagyon-nagyon finom, árnyalt és nagyon bonyolult munka, hogy ezt személyessé tegyék a karaktereket, amik szinte súrolják a karikatúra határát, annyira tipizáltak a figurák, hogy ezt emberi szövetté tegyék és személyessé tegyék. Ez nagyon hosszú és gyötrelmes út volt, de nagyon jó volt próbaidőszakot, és mindenki övezte. Meg kell a nyílt. Zseniális, Úvé, ez a merci bácsi. A gazdasági osztály természetesen perelni. A lépszíze csalás. Kínos, nagyon kínos, hogy ilyesmibe keveredik bele a főügyész. Nem keveredtem bele. Vagy jön a sajtó, mindenkit fellármáznak, dörzsölheti a kezét az ellenzék. Nem tudom, hogyan fogjuk kimorztatni ettől a főügyészt. Nem kell kimorztatni ettől. Így van ez a rokonok a Petra, összejátszik velük a merci. Senkit előfordulhat az Dunány, nem jövünk rá. Életben nem lőtt volna szépen ez a csalás a maga útján a város ebében. Meghallgattátok végre, meghallgattok már végre! Mondom, elképesztő, pedig milyen becsületesnek. Fethetetlen. Az is vagyok, fethetetlen. És hogyha végre meghallgattok. Megtúr a botlára, szedül, hogy így meg úgy a közélet beszennyezése. Ezt ti mondjátok nekem! Hogy a közélet bezenyedése, ilyen bátor, nem meg a szeretőséget. Hallgassatok már meg! Amnestia, öreg úr! Hallgassatok már meg, az Isten fáját! Hallgassatok már meg! Micsoda anekdótázás, leszedem a kaszívókat! Elég! A főügyész tanabája van! Elég! A kényszer nyugdíj még biztosan nem fenyegeti Németh Mónikát, a kaposvári Csiky Gergely Színház üdvöskéjét. Ő a főszereplője, ugyanis Kosztolányi Dezső édesannájának. Sokan mondták, hogy igazán testtel szabott szerep ez az édesanna Németh Mónikának, hisz tényleg olyan észrevétlennek tűnő, de mégis őt kell nézni jelenség a színpadon, mint édesanna Viziék életében. Németh Mónika azonban a saját megítélése szerint az életben nem ilyen. Szerintem hatalmas lelke van az embernek, hatalmas, mindenre alkalmas, mindenre képes. A színészeknek még nyúlik is, rugalmas, és akkor hát igazából a gondolatai által kell hozzáhajlítani a lelkét, tehát hogy milyen is ez a lány, hogy él, mit eszik reggel, hogy fekszik le este, hova rakja a cipőjét, hogy megfésülködik-e reggel, tehát ezeket így kicsit gondolatba letisztázni, és akkor utána az már így adja magát, hogy milyen is lehet az édesanna. Itt van! Ez az? Elfőutás asszonyom, hogy annak. Szóval ez az. Jó. Könnyed, parancs, fiam! Persze, nézzük! Esik, parancsolat! Édes! Édes!
És még egy színházi hír. Szombaton este 7 órakor kezdődik a Pécsi Nemzeti Színházban a jótékonysági balettest, melyet a Pécsi Balettért Alapítvány javára szerveztek. Az est egyik szervezője a Pécsi Polgári Kör. Az elnökkel beszélgettünk. A Polgári Kör úgy gondolja, hogy ennek a városnak a múltjából kell meríteni a jövő érdekébe. Egy múltból való merítés során a hálóba bennakadt a kultúra és a művészet. A Pécs városáról beszélnek az országban, a világban, az elsők között sorolják fel a kultúra és a művészet jelenlétét a városba. Tehát ez a város fejlődni akar, a múltjából a fontos értékeket meg kell őriznie. Most a művészet és a kultúra egy fontos érték, amit meg kell tudni ennek a városnak őrizni. Ezért gondoljuk úgy, hogy a pécsi polgárok, akik nagyon kemény adókat fizetnek, de úgy gondolják, hogy amit a városukért fizetnek, az nagyon jó helyen van. Meggyőződésem, egy ilyen nemzetközi hírű balett, mint a pécsi balett érdemtelenül lett az elmúlt években nem kellően anyagilag támogatva. És most már olyan állapotban jutott a pécsi balett anyagi helyzete, hogyha most nem tudunk segíteni, akkor itt nem lesz új bemutató, itt elmennek a művészek. Reméljük, hogy ez a mostani rendezvény hoz annyi bevételt, hogy még egy bemutatóra lesz lehetőség, hogy a Pécsi Balett idén még egy bemutatót tudjon tartani. Senki ne várjon meghívót. Ez most nem úgy működik, hogy meghívót küldünk és tiszteletjegyet, nem ez úgy működik, hogy mindenkit kérünk arra, aki fontosnak tartja a balett támogatását, hogy jöjjön el a színház pénztárába, vegye meg a jegyet, és azzal, hogy ő megvásárolta a jegyet, ezzel támogatja a Balett Alapítványt. Kedves nézőink, az Itthon című kulturális magazint látták. Megköszönöm figyelmüket, találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időben, ugyanitt.